Sziasztok! A mai videóban Ádámnak az Evo 4-esével fogunk foglalkozni. Tartsatok velünk! Evo 4-es Mitsubishi, igazából semmi különöset nem fogunk rajta végrehajtani. Éves átnézés, olajcserék, stb. Most annyi a bökken, hogy az akkumulátor is feladta a harcot, ugyanis Ádám nem nagyon használja az autót ugye ilyen csúnya időbe, és garázsba áll, meg minden, de hát azért az akkumulátorok, ugye ez még a japán aksi benne, szóval ezt az autót mi 2019. január 22-e után hoztuk Angliából, mert hogy Japánból oda érkezett, szóval első európai tulajok vagyunk mi, és az autóval sok minden történt. Alapból úgy vásároltuk az autót, hogy motor hibás, vagy nem is tudom, hogy volt. A lényeg az, egy dugattyú el volt törve benne, de mi hazajöttünk, kicseréltük a dugattyúkat, az összeset, mert az összesen volt repedés, ugyanis az Evo 4-eseken hajlamos tönkre menni a turbonyomás szabályzó. Szóval látjátok, hogy ezen a Westgate szelepen itt nincs egy ilyen sapka, mint ezen. És ugye mivel az Evoknak a gépteteje nyitott, ezért pont az eső itt lecsorog, és rácsorog erre a kupak nélküli részre. És amikor ezen nincs kupak, tehát gyári Evo 4, 5, 6, akkor sajnos ide befolyik a víz, és akkor összerohad, és nem szabályozza a turbonyomást. Ami azt eredményezi, hogy simán 2 bárt is tölt egy ilyen turbó, amihez a vezérlő ugye nincs hozzáprogramozva, tehát hatalmas kopogásos égés keletkezik, tehát a dugattyú az konkrétan majd, hogy megfordul a helyén. Ezért dugattyú törés, szoknyatörés, vagy gyűrű közti. Na mindegy, szóval eltörik a dugattyú, kiukad, ilyesmi, ezzel meg is történt, akkor raktunk bele új dugattyúkat, nyilván új hengerfejtőmítés, stb. Szóval egyébként motorikusan ez az autó tökéletes. Meg ugye, ha már itt volt a motorban nyúlás, kapott egy Evo 9-es turbót is, Evo 8-as vezérlőt, ez meg van írva, picit nagyobb a teljesítménye, mint gyárilag, de egyáltalán nem feltűnő, meg szóval ez egy nagyon jó autó. Szóval Ádám csinált egy sírólistát, idézelben sírólista, amin az áll, hogy aksi, olajak, szűrők, ilyesmiket cseréljünk le, illetve a jobb oldali ajtót a központi zár nem húzza be. Na most ezeket kéne megcsinálni. Most egy olajcserét már 100-szor levideóztunk, de most is lefogjuk. Igazából a motor majd, hogy nem üzemmeleg, szóval az olajat ilyenkor kell leengedni belőle. Amit még kap, ugye az gyári olajszűrő, gyári leeresztőcsavar, gyári alátéttel. A levegőszűrőből is van egy gyárink, ha jól látom, igen. Ez kicsit poros, de van, illetve olajszűrők. Szóval most bemászok a kocsijára, leengedem az olajat, és ez lesz a nagy komoly dolog. Közben jön majd Benny vissza, mert ő most az Unix-ba elment az olajért. Remélem segít majd videózni, aztán látni fogjátok az olajcserét, ami nagyon bonyolult dolog. Általában egyébként, amikor itt van nálunk egy ilyen autó, éves szinten, hiszen ugye ezekkel baj nem lehet, ezért csak évente látjuk őket. Ilyenkor látjátok, egy picit poros lesz a szelepfedél, meg ilyen apróság, itt is, ott is poros. Ezeket mi mindig kitakarítjuk, kívül belül az autót. Hát ennyi. Ja. Meg a gyári. Hú, hát itt egy nagyon nagy tuning. Egy lefújó szelep. Ugye azt a töltőnyomást, amin ez az autó, mert a gyár lefújó szelep, azt nehezen viseli el. Úgyhogy egy aftermarket lefújó szelep az van benne, de amúgy tényleg kop gyár minden. Kivágott légszűrőház, ugye a hanghatás miatt, meg hát akárki akármit mond egyébként. Na hát egy rozsda, végre egy rozsda volt ezen az autón. Ja, ezt elfejtettem mondani, hogy meghazudtoló. Tehát, hogy a kék autón konkrétan több rozsda van, mint ezen. Itt az Evo 4-eseknek egy típus hibájuk van, főleg a fekete színnél, hogy a tetejük az konkrétan a merevítőknél, az összeegesztésnél ott kiukad. Viszont az autó alja az elképesztő, majd meg fogom mutatni. A kasznin nulla rozsda, benézel az üregekbe, nulla rozsda.
Ez egy elképesztően jó autó egyébként. Annyi, hogy fényezve volt Japánba, erről van is dokumentáció. Nem sikerült úgy annyira, hogy valószínűleg az autó lesz fóliázva, szóval ebből is, hogyha tudok egy normális fóliást, aki nem csak ígérget, akkor szóljatok, mert nagyon szeretnék lefóliáztatni az autót. Az, hogy milyen színre, az majd később kiderül, remélhetőleg. De visszatérve még ide a levegőszűrőházhoz, akármit mond, hogy a japánok így tervezték meg, hogy egy ekkora lyukon szívja a levegőt, de magas töltőnyomásnál Evo 9 turbóval a gyár légszűrőház kevés. Ez teljesen egyértelmű, nyilvánvaló, ezért mi ki szoktuk vágni, hogy nyugodtan szívja a levegőt, mert mondjátok, hogy forró levegőt szív, ez hülyeség, nem szív forró levegőt, ráadásul van egy hatalmas intercoolerünk gyárilag, ami lehűti a töltőlevegőt, szóval így jobb a hanghatás, van flutter hang ugye a lefújó miatt, meg minden, és nagyon jó az egész. Ja, Evo 8 injektorok, ugye ezt elfelejtettem mondani, de hát, na, ez egy nagyon jó autó, az a lényeg. Szóval most tényleg lemegyek alá, aztán leengedem az olajat. Na, lejöttem az autó alá. Azt nézem egyébként, hogy egész ilyen olajsaras itt a váltónál. Ez fogalmam sincs, hogy miért. De is tippem van, talán a betöltőnek az alátétje már nem az igazi. Nyilván ezt lemossuk, az alátétet kicseréljük, illetve az olajteknőnél is látok ilyen szivárgást, vagy én nem is tudom mit. Tehát, hogy ilyen olajsaras. Mintha olajsaras lenne, az is. Úgyhogy ezt is lemossuk, és majd megmondom Ádámnak, hogy figyelj Ádám, használd az autót 2 napot, majd gyere vissza megmutatni egy Mizu, akkor ki fog derülni, hogy hát, tehát ilyen, ennyire rozsdás ez az autó. Ez elképesztő. Ezt még Japánba fújkálták ilyen cinkspirével, de hogy konkrétan a küszöbél, ami az összesen rossz szokott lenni, hibátlan. Ennyi, hogy ez nem alumínium lengőkaros még, ugye Evo 4, az vas lengőkar, hát az így néz ki, de szerintem ez tűrhető. Gyári olajszűrő természetesen, nem is szervizelő Mitsubishi, hanem mindig gyári szűrők kerülnek mindenhova általában. Itt is küszöbélek hibátlanok, szóval kár is tovább menni. Jó, hát katalizátor benne van nyilván a gépjárműben. Ja. Ennyi. Hopp, itt a klímacsőnél látok még némi szivárgás, de a klímája működik. Szóval most mindent le fogunk mosni féktisztítóval, leengedjük az olajat, ilyesmi. Innen mintha hiányozna. Ugye tök jól kitalálták, hogy a splitternél bemegy a levegő. Hát jó, most nézzük az állapotát. Tehát az autó úgy tök jól néz ki, de hát azért mégiscsak egy Evo, egy harcos. Vannak ilyen patkanyomok. Szóval a levegő az itt beáramlik, és akkor jön a fékhez a hűtés. Ez a másik oldalról hiányzik. Az új dobbetétet azt nem is nagyon tudtuk úgy normálisan odafogatni, de mindegy, valahonnan kell szerezni egy ilyet, de szerintem egyszerűbb 3D nyomtattatni, mert ezek már beszerezhetetlen dolgok sajnos. Na, megfogom a 17-es kulcsot, kitekerem ezt a leeresztőt. Igen, ez az autó nem fog kapni új leeresztőt, most nézem, csak a leeresztőt, mert benne van a olajhő gombája is. Ennyi. De egyébként ahol még folyni szokott az olajot egyáltalán nem folyik, szóval ez tök jó. Általában Evo 4-eseknél még a szervóolaj hűtőnél szokott szivárogni, de ennél nem szivárog, mert tökéletes. Ja, szóval ennyi. Megedem az olajat. Minden olajos lett, g***. Lehetett az a szűrőt? Hát most, hogy túléltük az olajszűrő leszedést, mehet fel rá a gyári új. Igazából azért használok gyárit, mert ez az új gyűrű már gyárileg is meg van olajozva, szóval ezt tényleg csak nem kell itt teletöltögetni, meg megolajozni, meg ilyenek. Egyszerűen csak föltekeri az ember, hogyha figyel, és sikerül neki. Tehát egyszerűen csak föltekerjük, és kész. Nagyon sok helyen le van írva, hogy jaj, az olajszűrőt fel kell tölteni, hát ennyi
idő alatt nem lesz semmi baj egy ilyen motornak, szóval mi itt nem szoktuk feltölteni. Most viszont töltsünk a motorból, mert üres. Probléma, hogy teljesen megvózva a saru, de még sincs. Tipik Mitsubishi Evo. Látjátok, hogy az ilyen nagyon puha, nem is tudom miből van. Nagyon puha alumíniumból. Úgyhogy most azt, hogy csinálj, leszereljük innen, és akkor itt, ahol vágás lenne, ott kireszeljük, és akkor hát, ha jobban áttölni majd a sarut. Persze lehetne alátétezgetni, nem tudom én, de alátétezünk is, meg vágunk is. Na, ilyen lett. De melyik ez eléggé össze fogja szorítani, mert nem örülnék neki. Na, sikerült megoldani, tökéletes lett. Jöhet a aksi leszorító, és kész. Mai videó ennyi. Ez egy ilyen kis gyors videó volt. Ami még az autó hátra van, az az ajtónak, ugye a központi zárnál be kell zsírozni a zárat, mert nem zárja a motorral, a kulccsal igen, de nehezen. Meg ugye az van, hogy erre mi raktunk már nagyféket, viszont akkor nem cseréltük ki a főfékhengert. Ami azt jelenti, hogy az Evo 4-nek egyébként egy gyárlag egy úszónyerge van elől-hátul, elől két dugós, hátul egy. Most pedig egy hátul két dugós van kétszer, elől meg négy dugós kétszer. Na most nyilván az a főfékhenger, ami a két dugósra lett tervező, nem lesz jó a nyolc dugósra, meg a tíz dugósra. Viszont az Evo 6-nak már ugye gyárlag ez a Brembo fék van. Úgyhogy most vadászunk ilyen főfékhengert, ezt fogjuk majd még kicserélni, és talán ennyi. Szóval tényleg fóliázásra van valami értelmes ötlet, akkor azt nagyon-nagyon várjuk. Következő videóban találkozunk, aztán komment, like, követés ezerre, sziasztok!